Ahogy ígértem, Simicskó István, a KDNP frakció vezetője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Csodaszép látványterveket láthatunk a megújuló Citadelláról, Szabadság szobor esetében, viszont hát van egy változás, az, hogy egy nagyon szép kereszt kerül oda a talpazatra. Régi adósság. Ez így van. Mit ad hozzá az emlékműhöz? Mi az üzenete annak, hogy oda kerül egy kereszt? Hát szerintem nagyon fontos szimbólumról van szó, fontos üzenettel bír. Minden keresztállítás, minden keresztnek a megmentése, az útszéli kereszteknek a rendbehozatala, a templomok építése, hiszen egy keresztény Európában élünk, úgy szeretnénk, és azt is szeretnénk, hogyha ezek az értékek megmaradnának. Mégiscsak Szent Gellértől nevezett Gellért hegyen egy keresztnek az állítása szerintem egy fontos döntés, és nagyon helyes, és támogatjuk is. És itt ne felejtsük el, mi volt a helyén. Hát így van, ráadásul. Tehát egyáltalán szerintem valóban a rendszerváltoztatásnak egy óriási adóssága ez. Végre elérkezett a kormány oda, hogy ezt rendbe tegye. Ez nagy öröm számunkra, és az újvidők számára is, de budapestiek számára is, az egész ország számára. Szerintem. Úgyhogy ez egy teljesen értelmetlen vita. Nem is értem, hogy milyen mögöttes politikai szándékok állnak el mögött, hiszen Gyurcsány Ferenc is kritizálta mindezt, bizonyos baloldali csoportok is. Tudjuk Gyurcsány Ferencről, hogy rendszeresen bérmálkozik, tehát nem is értem, hogy akkor miért nem tetszik neki az, hogy keresztet állítunk a Gellért hegyen. Szerintem a kereszténységnek és a keresztény embereknek ez egy fontos példamutató cselekedet, tehát ne felejtsük el, hogy a keresztnek nagyon fontos üzenete van, egyrészt Jézus megváltó szenvedésének, ugyanakkor pedig a Jóisten tökéletes szeretetének a jelképe is, és Pál apostol egyenesen úgy fogalmaz, hogy az atya ajándéka, amelynek hódolat jár. Tehát, és Krisztus után az 5. században egyébként nyilván sok-sok jelkép és sok-sok mindenen keresztül ment a különböző vallásoknak a jelképrendszer és a szimbólumrendszere. Minden vallásnak meg kell adni a maga tiszteletet, nyilván a buddhizmusnak a lótuszvirág, a judaizmusnak a Dávid csillag, az iszlámnak a félhold, keresztényeknek meg a kereszt. És ez egy keresztény civilizáció, ezért küzdeni kell természetesen, hogy megmaradjon kereszténynek, és minden ilyen jelkép és minden ilyen szimbólum erősíti a hitünket és a reményünket, és példát mutat Európa más országai számára is. Mégis csak itt a szimbólumokról van szó, tehát hogyha az LMBTQ zászlót a Városházára ki lehet feszíteni, akkor miért ne lehetne egy kereszt tulajdonképpen. A katonai táborokról kérem, hogy beszélgessünk kicsit, fényképeket is láttam, videófelvételket arról, hogy az Erzsébet táborban ma volt. Igen, ugye? Igen, Erzsébet tábor nagy 2012 siker. Óta ott van a így katonai van. Bemutató. Hát tulajdonképpen ez úgy alakult, hogy 2012-ben indította a kormány az Erzsébet táborok rendszerét, hogy a táborozó fiataloknak legyen lehetősége kultúrát körülmények között értelmes szabadidőt eltölteni, rengeteg élménnyel, hajókázással, úszással, különböző technikai sportok megismerésével, sárkányhajózással és sok-sok minden mással. És 2017-ben hoztuk létre a Honvédelmi Sportszövetséget, amelynek most az elnöke lehetek, és mi eldöntöttük, hogy a honvédelmi táborokat hát elkezdjük, és a Honvédelmi Minisztériummal és a Magyar Honvédséggel közösen számos honvédelmi tábort szerveztünk már az elmúlt években, és az Erzsébet táborokban kitaláltuk azt a elnevezést, hogy a Hősök napja, és ez 10 héten át minden szerdán, ez mindig szerdai napra esik, és ilyenkor a rendvédelmi szervek munkatársai, környékbeliek, Ajkáról, Veszprémből és máshonnan érkeznek, katonák érkeznek, tartalékos katonák is érkeztek, mentősök, katasztrófavédelmések, tűzoltók és sok-sok mindenki más, akik egyébként ilyenkor a gyermekeknek egy kis bemutatót tartanak, és kedvet csinálnak nekik adott esetben a pályaorientáció kapcsán is, tehát reméljük, hogy sok fiatal vállalja majd ezt a közösségi szolgálatot, amely a rendvédelmi szerveknél történik majd. Úgyhogy nyitottak a gyerekek, érdeklődnek, jönnek? Sorban állás volt minden egyes lehetőségnél, tehát a szimulátorokkal nagyon ügyesen mozogtak a gyerekek, ergométer volt, tehát az evezésnek az alapjait is, tehát egy fizikai állóképességet is lehetett mérni adott esetben, lövészet volt, tehát ezeket mind-mind szeretik a gyerekek, élvezik, hát nyilván van különböző tematikus nap, vannak küzdősportok, technikai sportok, sok-sok minden más, mi a szerdai napot veszük igénybe erre, és a Erzsébet táborok alapítványában van egy megállapodásunk, ahol a Honvédelmi Sportszövetség különböző eszközökkel kivonul, és a gyermekeknek hát bemutatókat tartunk, és ők maguk is kipróbálhatjuk önmagukat. Azt látom, hogy ön is lőtt. Sikerült valamelyik gyereket megelőzni? Nem, a gyerekek ügyesebbek voltak. Nem, az ergométeren egy kicsit jobb voltam, de a lövészetben ügyesebb. 2018 óta vannak ezek a honvédelmi napok az Erzsébet táborokban, akkor most már lassan lehetséges, hogy olyan gyerekek is
bekerülnek a képzésbe, akik ott láttak. Szerintem azzal egyébként, hogy 2004-től megszüntették az általános hadkötelezettséget Magyarországon, és a sorkatonai szolgálatot is, hiszen része az általános hadkötelezettségnek a sorkatonai szolgálat, része volt, azzal ugye egy nagy feladat hárult a hazavédelmének ügyében a Magyar Honvédségre, tehát nyitni kellett a társadalom felé, hiszen mind a honvédelmi törvény, mind az alaptörvény kimondja, hogy a hazavédelmi mindannyiunk közös ügye. Tehát ezért meg kell találni a fiatalokat, az érdeklődő fiatalokat, kedvet kell csinálni nekik, hogy csúnyán fogalmazzak. Tehát mindenképpen olyan programokkal, élményekkel gazdagodhatnak a fiatalok, és kipróbálhatják önmagukat, és ezen keresztül a kadétképzéssel és sok-sok minden mással, amely középiskolások számára egy nagyon jó program, ezt még ugye miniszterként indítottam útjára, szintén 2017-ben, most már közel 10 000 kadétunk van középiskolás korosztályban, és nagyon sokan, majdnem minden második fiatal ember egyébként, aki leérettségizik, a katonai hivatás választja. És ez szerintem nagyon fontos, hogy adjunk lehetőséget a fiataloknak ilyen típusú megmérettetése is. Hát azt is mondjuk el, hogy az én ismerettségi körömben is egyre több fiatal választja az önkéntes tartalékos szolgálatot. Ez így van, folyik egy kampány, szerintem ez sikeres, úgyhogy honvédség fejlődik, erősödik, ez szintén fontos. A lövészetről, meg a küzdő sportokról könnyű átkötni az olimpiára. Ugye vasárnap este véget ért az olimpia, lassan kezdődik a paralimpia. Délután beszélgettünk itt Fábián Lászlóval, az olimpiai szövetség főtitkárával, ezt az adás végén lehet majd látni. Önnek mekkora keserűséget okoz az, hogyha belegondol abba, hogy ez a mi olimpiánk is lehetett volna? Hát igen, itt a politika mindig beleszól, a pártpolitikai érdekek. Ugye emlékezzünk, hogy a Momentumnak nevezett mozgalom akadályozta meg, és Nolimpia néven ugye alárezsgyűjtésbe kezdtek, és megfúrták gyakorlatilag, hogy Budapest és Magyarország rendezésen. Ennek a pártnak ez volt az indulása, ez volt a null, az éró projekt. Ez most gyakorlatilag ugyanaz, mint a keresztállítás elleni alárezsgyűjtés, tehát valami negatív, valami rossz irány szabni az országnak. Emlékszünk a Momentumnak, el is neveztük Romentummal, hiszen a román parlamenti választások a román pártokra szavazásra szólították fel az erdélyi magyarokat. Tehát sok-sok rosszaságot csináltak már az elmúlt időszakban, hát azért úgy tűnik, hogy a jövőben kevésbé tudnak majd a parlamenti munkában részt venni. Legalábbis no man est omen, Momentum a pillanat pártja, reméljük, hogy ez eltűnik hamarosan, és ez a károkozás, ez meg fog szűnni. Mennyire tud azonosulni Gyulai Zsoltnak a hát önbizalomban nem szűkölködő mondásával? Ő azt mondta, hogy hát mi 100-szor jobb olimpiát tudnánk rendezni annál, mint a párizsiak csinálnak. Hát én néztem az olimpiát, nekem megvan a véleményem a megnyitó ünnepségről, meg a záró ünnepségről is. Komoly világjelenségbeli problémákat érzékeltünk mindannyian. Látjuk ezt, hogy ez provokatív volt, az egész egy sértő volt a keresztény emberek számára, el van megnyitó ünnepség. A záró ünnepség pedig én teljes káoszt láttam, tehát ott a zászlóval mentek sportolók össze-vissza, bolyongtak a stadion közepén, nem tudták, hogy hova kell állni, végén leültek a földre, tehát elég érdekes volt. De most mindezt lebontva, azt kell mondjam, a magyar csapat egyébként jó szerepelt, tehát azért ez a 6 arany, az a 7 ezüst és a 6 bronz, az egy szép teljesítmény, 14-ek vagyunk ezzel a 200 valahány ország sorrendjében, szerintem ez egy nagyon szép teljesítmény, és minden magyar sportolónak ezúton is hát köszönettel tartozunk, hogy Magyarország számára hát azt az imást, amit a sport iránti szeretet jelenti, azt erősítették, és a világnak megmutatták, hogy mire képesek a magyar fiatalok. Úgyhogy gratulálunk neki. Simicskó István, köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm a kívást.